Sziasztok! Ma a folytatom a Távol Róma 2 kívásos végigjátszásomat Nabataya népével. És itt maradt abba, hogy ugyebár Kanebumnál megtámadtak az Icenik, de le tudjuk győzni őket. Két sereg jön. Az egyik seregük, ugyebár a támadó sereg az egész jó, tapasztalt egységek. Az erősítés az nem is tapasztalt, és mindössze Levi Freemanből áll, szóval annyira nem is erős. És mind ott vannak, wow. Az valójában nekem jó. A lovassággal kimegyünk, és így körbe, hátulról. Támadjuk majd őket. Itt fogunk védekezni. We await your orders. As you say. Ready. Shield wall formation. At the ready. Into formation. At the ready. Noble swordsmen. Heavy archers. Oké. Okay. Az egyik lovast oda felrakta. Enemy reinforcements approaching. Na várjunk, az erősítésük. Szóval jön. Ott. Oké, okay. Az nekem nagyon jó. Küldjünk egy lovas egységet, hogy elintézzük a ballisztákat. Ó, ezeknek nincs páncéljuk, így csúnyán le lehet mészárolni őket. Ilyászokkal. Ballisztásoknak nagyjából végük. Ilyászok könnyedén le tudják mészárolni az egységeiket, mivel se a Levi Freemannek, se a Painted Ones egységeinek nincsen páncélzata. Szóval egyszerűen mészárolják őket az ilyászok. Zéro páncélzatuk van.
hogy össze pajzsaik vannak, de hogyha háttal állnak, akkor ugyebár az nem véd. És a 2-3 nyilvessző simán megöl egy embert. Egy is, hogyha fejbe lőd, vagy a szívét. Wrecked. Még van lőszer. Annyira sok nincs, de azért még van. Kéne tartogatni a lőszert a paritjásokra. Our spears are yours. We await your orders. Nem ez a hadvezére? De ez a hadvezére. De szerintem ő az. Ja, ő volt, pont akkor mondta be a játék, mikor meghalt. Mi? Really? Nem már, hogy nincs kiavítva, hogy itt nem lehet fölmenni. Mi a? Nem már. Te bugos? Ja. Csába. Azt a köcsögöket. Nem lehet fölmenni. Az de gáz. Valójában a játék azt mutatja, hogy van lőszer, de valójában nincs lőszerük az előcsatározóknak, csak bágos. Állandóan bebágol. One of our units has used all its ammunition. Our general is under attack. Ez a csapat Rackham Palace Guard is be van kerítve. Hát bár csak Lenny Freeman támadja őket. Hány paritjás egység van még? 1, 2, 3? 3? Az annyira nem sok. De gáz, hogy itt nem lehet fölmenni, te jó ég. De ugyebár Rome 2 az nem bugos, csak egy kicsit nagyon. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Okay, az íjászok nagyjából kifogytak. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. One of our units has used all its ammunition. Kerítsük be őket.
Wow, mennyi ott a menekülő, mi a? Wow. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. An entire unit has perished. An entire unit has perished. The enemy general is dead. Ez nagyjából ennyi volt. Orders, király. Oké. Okay. Hát igen, ez inkább csak ugyebár a városi őrséget veszítettem el, ami annyira nem probléma. De ez furcsa volt, hogy ott nem lehetett fölmenni. Pedig úgy volt, sőt, ha jól emlékszem, régebben föl lehetett, akkor most lehet az új patch miatt van az? Vagy csak néhány város bugos? Lehet ugyebár, hogy... az új patch miatt ennél a népnél az a hely ott bugos lett. Ja, az meg lehet. Na mindegy, vagyis hát nem mindegy, de elég szar. Pedig azt gondoltam, hogy ott fel lehet menni. Hát jól emlékszem, hogy a régebbi végigjátszások során az ilyen felépítésű városokban fel lehetett ott menni. Ja, úgy emlékszem, és most nem. Most nem lehet. Ja, hogy az el is süllyedt. Oké. Okay. Artillery awaiting orders! Support ships ready! My lord! My lord! Support ships at your command! Support ships ready! Oh, admirális, ne menj előre! Fuck! One of our ships is being boarded! Support ships ready! Send yours! Order! Artillery ships ready! Your orders, my lord! My lord! Hey! Our men flee the field of battle! This is a shameful display. Sing them! Ready! Artas! Battle ready! Jó, az ilyen kisebb hajókat elveszítem, az annyira nem nagy gond. Move to position! Our orders! Firepower ready! Artillery at your command! Ready! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Your command. Ready.
Artillery ships ready! On your orders! Artillery awaiting orders! Aim our orders! Orders! Full effort! On your orders! Artillery at your command! Orders! To the oars! Artillery! Our general is under attack! The battle is turning in our favor. Your orders, my lord. No. Oh, már csak ők vannak. Oké, annyira rossz nem volt. Ballisztás hajót nem veszítettem, akkor oké. Nem gond, visszavesszük. Jaj, gyerünk már, ügynökök, gyerünk már! Az a baj, kikapcsolod a izét, ugye bár hogy az ilyen lépéseket nem mutassa. Hiába kapcsolod ki, ha ügynököt küldenek rád, ugyanúgy elkezdi mutatni, hogy lassan oda megy, bla bla bla. Szóval nem érdemes kikapcsolni, mert akkor attól nem lesz gyorsabb. Ugyanúgy meg kell várni, hogy az ügynök szépen lassan megcsinálja, amit akar. Really? Na ugyan már. You must rest a while. Ami elég rossz valójában, mert rohadtul sokat segítene az, hogyha kikapcsolod az ilyen karakterkövetéseket, és akkor nem kéne megvárjad, még mindig szépen lassan lépnek az ügynökeik, mert az rohadtul szar, hogy meg kell várd. I love boarding. Going aboard. At your command. On the move. Ready. Mi a szar? Besieging settlement. My lord. Érdekes arány. Your orders? Join the navy. Ready for orders. I want hourly patrols. All men must serve. Ready for battle. We fight for you, my lord. You have further orders? A man has many faces. Sabotage as you order, my lord. I will come. A nőt úgy hívják Ica. hol hallottátok már azt? Szerintem hallottátok már. Az, aki tudja, hogy mikor mondtam ezt a nevet, vagy és mikor említettem meg azt a nevet, az kap egy szívecskét, ha leírja a kommentbe.
melyik végigjátszásban volt egy ugyanolyan karakter, amit úgy hívtak, hogy Ica. Igen. Itt jönnek. Nem bár hiába. Jó lenne elfoglalni Nemetocennát. Lett élelmük, ugye? Vagyis hát nulla élelmük van. Várjunk, milyen egységet tudnak képezni? Van... van barak. Lehet, hogy így akkor nem tudják leképezni az egységet, ha izét képeztek. Olyan egységet, amit attól az épülettől kapnak. Az a tervem, hogy Írországot csak elég lesz, hogyha a flottát küldöm. Szerintem. Így elfoglaljuk. Plusz még két sereg, Britannia, meg Skócia, és elég. Oké, kár, hogy el kell sülyezteni ezt a jó erős sereget, de ez van. Power ready. Jók ezek a ballisztás hajók. Jó védekezni velük és transportok ellen, plusz ugyebár ugyanúgy flottás hajók ellen is. Nagyon jók. Enemy general is dead. Helyes. Ja, nagyjából ennyi volt. Még van két egység. Már csak egy. Mindent nekem kell csinálni. Okay.
Azt hiszem, akkor jöhet egy körváltás, és... Ja, a következő körben el is tudjuk foglalni Iskát a flotta segítségével. És megvetjük a lábunkat Ibériában. Ibéria? Britannia? Remek körváltás. Ibériában már rég megvetettük a lábunkat. Már el is felejtette a nép az, hogy milyenek voltak. Ó, oh. Azt hittem ott hagyják a várost teljesen, védtelenül. De csak majdnem. Nem tudom, melyik néppel lesz a következő végigjátszás, ám bár... Most gondolkodom már régóta, hogy melyik néppel legyen. Athén? Vagy Kártágó? Ám bár görögökkel már volt, szóval inkább... Kártágó. Kártágónak is nagyon jó egységei vannak. Inkább lejátszom. Az arányok azok nem tetszenek. Várjuk, az erősítésük a hátamba érkezik, nem? Ott kell érkezzen, hogyha minden igaz. Mert ugyebár szemből... Mármint, hogy mondjam... Szemből támad. Hanem ő megtámad, én megfordulok, akkor az erősítése pont, és a város pont, hogy a hátamnál van olyankor akkor. Szóval itt valahol, itt kéne jöjjenek. Ha minden igaz. Ugye? Nem biztos. Enemy reinforcements approaching. We let them come. Let them overreach themselves. De ott jön. Pikemen at your command. At the double. Quick march. Our awaiting orders. Double time. Cavalry. Oi, orders. Advance at speed. We await your orders. What are your orders? As you say, ready. Helas! A kaszás szekér oda kéne figyelni, valahol ott lesz. Discovered the enemy's hidden units. Swordsmen! Ready! Orders! Amisos! Orders! Our general is under attack! Cavalry! Riders at once! Forward! Ready to march! Orders, my lord! Noble swordsmen! Cavalry! Elkapni azokat a... a ritkásokat. Ja,
Aha, az érének annyi. Hey, mit csinálsz tol? The enemy general is dead. Auf der Feuer! Cut them down! Our orders! Cavalry! My lord! Flip the gate! Help your archers! At the tavern! Ready! Spearmen! Ready! Swift fighter! Miért futtok hátrafele? Nem értem. Még jó, hogy csak ilyen Levi Spearmenjük van. Leginkább. Két hadvezérük meghalt. Plusz meg lehet, hogy teljes megsemmisülés. És ha minden igaz, egységet sem veszítek, ami egész jó. Oké, ennyi. Ja, szerintem lehet, hogy teljes megsemmisülés, ha meg nem, akkor sem maradnak valami sokan. Jó, hát ugyebár az alt azért meghalt. Egy paritjás egység megmaradt. Oké, nem oszt nem szoroz. Only the greatest. Meg akar támadni? Nem? Idejön egy hadvezérről, azt annyi. Research rate. Az kell. We fight for you, my lord. At once. How may I say? By reveling destruction. Sabotage. At your command. Majdnem.
Lead hard on the oar. Ah, hello. We cannot pass. Your orders, my lord. Tell the blockers to stop. Tökéletes. It is an honor to serve you. Moving yes. Out hard on the oars. Ó, hogy az Icy-nak sikerült elfoglalni a Eblonát is. Wow. Az flotta? Az hát... Oké, okay, mindegy. Na jó, vegyük akkor ezt itt vissza. Let them cower before our might. My lord. We fight for you, my lord. Tű, remek. Ezeket talán el tudjuk kapni. Te nem tudom miért jöttél ide, hogy őszinte legyek. De hülyeség volt. Amúgy lehet, hogy Olisippót kellett volna elfoglalni tőlük és Eborát meghagyni nekik, mert ugyebár Olisippónál állandóan flottát is képeznek, de ha Eborát hagyom meg nekik, akkor csak szárazföldi csapatot tudnak képezni. Fenébe. Most már mindegy, késő, de jobb lett volna. Szerintem. ...79%-on vagyunk. $150 a fejlesztés, wow. Ám bár több mint 100 életerőt ad a hajóknak, ami rengeteg. Akkor valójában már csak az Icy-ni maradt Britannia területén. Oké, okay, az nekem valójában csak jó. Mert könnyebb legyőzni egy nagyobb népet, mint négy kicsit például. Ja. Ám bár azt hiszem akkor, hogy... Vesantóból... Irány Uburzis. Vesontio. Oké, okay, ám bár egy körváltás jöhet. Lássuk ki mit lép. Athén. Kíváncsi vagyok, mikor jelenik meg az első Massagath sereg. Mikor dönt úgy, hogy csapatokat küld ellenem.
We see little profit. Aztán meg is csinálom valahogy azt, hogy elvegyék Eborát, én elveszem Olisipót, és akkor nem fog képezni több flottát. Hát eléggé zavar az, hogy ott kell tartsak egy teljes flottát is. Jó lenne azt a flottát felküldeni a barbárok ellen, ugyebár éjszakra. Az jó lenne. Higher. Lett egy új karakter. Most meg lett ez. Wow. Akkor álljunk rá erre a technológiára. Nem, előbb a 4-es szintű farmokat akarom. Kevés élelmem van. És azt terveztem, és az a tervem, hogy mindenhol át fogom építeni a farmokat, gabona farmokra. És a főépületeket mindenhol 5-ös szintre építem. Milyen király lesz már? Fleet reporting, my lord. For death and honor! Nos, ha minden igaz, ezzel a Dumnoniknak végük. Ja. Ready for further orders. Erről ennyit. Ready for battle. Ez így nem is rossz. Ready for orders. Moving out. Ready for orders. For death and honor! Remek. Fleet reporting, my lord. No! Curse you, no! It is an heading for port. Going aport. We fight for you, my lord. On yes. The move, my lord. Heading for port. Ready for orders. To your duty. How may I serve you? I revel in. My fate shames me. I will come from you. I have said for for the glory of our people. Guide my footsteps. Talán az úgy lesz, hogy hagyom, hogy elfoglalják izét. Eborát. Ready for battle. Ready for orders. Is that all, my lord? I am a reader of souls. Stand to fight for you, my lord. Ja, hagyom, hogy azt elvegyék. Fleet ready. Take what you can. It is an honor to serve you. Our lord. Elköltök egy csomó pénzt izére. Farmok átépítésére. Igaz, hogy ha minden igaz, ezzel egy kicsit visszaesik a bevételem is. Bár az ilyen vagy a kecskefarmok adnak a legtöbb bevételt, ugyebár a keleti népeknél kecskefarm, a nyugati népeknél ugyebár tehén farmok vannak, de ez a kettő, ami a legtöbb bevételt adja a farmok közül. Oké. Remek, sikerült elkapni őket. Csak hogy tudják, ki a főnök. Irány erre. Most már csak Kamuludont kéne elfoglalni. Ugyebár az a fővárosuk.
Szerintem annyira nem lesz nehéz. It is a simple gift. Nope. Nincs béke. Ott azt a szárazföldi csapatot el kéne pusztítani Brundiziumnál. Bele a tengerbe, hogy cápa eleden legyen belőlük. Jó, az egy szekuán sereg volt, de lehet, hogy el tudom venni a fővárosukat, és az utolsó... Ah, nem. A fenébe. Valójában több területük van, nem csak Ubuzis. Ah, oké, akkor mindegy. Bár... Attól még Ubuzist el lehet foglalni. Ja. Mert hát miért ne? Hello, hello, ott még egy sereg, wow. Sabotage. As you command. Can I assist with them? Milyen egységeik vannak amúgy? Tudnak képezni izét? Nem. Nem tudnak elit harcosokat. We fight for you, my lord. Besieging settlement. My lord. I don't care how tired you are. Ready for orders. Easy. My lord, on the move, my lord. Yes. Steady as we go. It is an honor to serve you. Forming block. We cannot pass. Get the blockade set up. Mindegy. Hagyom, hogy képezzenek néhány csapatot, és lehet meg is próbálják elvenni Eborát. Az valójában engem nem zavarna. Én elveszem Olisipót, és akkor meghagyom nekik Eborát, ez kész. Akkor legalább tudom azt, hogy nem még építenek flottát. És nekem az a lényeg. Ez ide már nem kell. Várjunk, várjunk, előbb erről se feledkezzünk meg. Remek, van 81%-unk, így már ebben a stázisban vagyunk az Exalted. 15%-kal több research rate, 8% vagy plusz 8 közrend, 10%-kal több adó és 15% morál a csapatoknak. For all land units, szóval a flottának nem, csak a szárazföldi egységeknek. De el akarom érni a maximumot, az lenne a legjobb. Oké. Okay. Építs egy hajót, remek. Következő körben el tudjuk foglalni Moridunon. Hát Kamuludont nem hinném, mert egy kicsit sokan vannak, de talán csapdát tudunk állítani nekik, és akkor ott hagyják úgymond a várost. És kíváncsi vagyok, mit lépnek a szekuánok.
Chosen Swordsmenjük van. Az annyira nem is rossz. Hány terület nem adózik? Britannia... Alig... Nem... Ti most már adózhattok nyugodtan. Ti is... Azaz 1000 dinár is sokat számít. Na, adózatok ti is. Britannia az még nem. Legtöbb bevétel Mauretániából származik. Ó, várjunk. Afrika már nem ad olyan sokat. Akkor ezt át kell rakjuk Líbiára. Mindig oda érdemes szerintem rakni az ilyen plusz adózást, ami a terület ugyebár a legtöbb bevételt adja. Na jó. Plusz melejáták, az jól jön. Vagyis melej defense. Plusz 4%. Azon csodálkozom, hogy az arvernosokat nem tudták legyőzni. Pedig volt egy pillanat, mikor szinte semmiük nem volt. Nope. Ne is álmodj róla, haver. Hű, az még egy aténi flotta. Vagyis egy kisebb flotta és ugyebár egy transportos sereg. Ja, erre számítottam. Ez valójában jó, hogy megtámadott. Legalább elintézzük a csapataikat. Az arvernosokat le akarom győzni, utána pedig, ha minden igaz, a Nörviájnak sincsen sok területe, és ugyanúgy a Szekuánoknak is mindössze egy területük maradt, de valójában a Szekuánoknak a területét szeretném elfoglalni, mert akkor tudom azt, hogy még egy néppel kevesebb. Akkor is szépen lassan elfogynak a népek. A barbárok. De keleten még, atya úristen, mi van ott? Mondjuk, ahogy mondani szoktam, könnyebb legyőzni egy nagy népet, mint sok kicsit. És ugyebár a Massagatok eléggé nagy nép lett, de nem hiszem, hogy rendelkeznek sok egységgel. És ami egységük van, szerintem az olyan, hogy itt van a izéknél, úgymond, a Szeleukidáknál. És nagy valószínűséggel a hátországot nem védi senki. Szóval én ugyebár miután végeztem a barbárokkal, akkor támadom a Massagatokat, és meg lehet, hogy a hátországot senki nem védi. Így könnyű lesz támadni őket. Úgy hátba támadom őket, aztán majd Egyiptomból is megindulunk. Discovered the enemy's hidden units. Azok a tíjászok. Érdekes amúgy a játékban a longbowmennek, ugyebár a hosszú íjásznak, mindössze 125-ös range van. Ami furcsa, mert ugyebár a hosszú íjász az nem az ugrik be belőle, vagyis ha meghalod azt, hogy hosszú íjász, akkor nem az ugrik be egyből, hogy messze tudnak ellőni, mert ugyebár angol hosszú íjász, érted? Kicsit furcsa, hogy csak 125-ös range-ük van. Wow. Senki nem maradt.
Nekem mindig az ugrik be a hosszú íjászokról, hogy messze tudnak lőni. Nem tudom miért, de valahogy nekem mindig ez jön be. Under attack. Engage! Melee cavalry. At your service. Missiles. We are at full waiting command. Waiting order. Noble swordsman. Engage. Order. Heavy archers. Advance and flee. Cavalry. Riders, advance! Riders! We await your orders! At speed! Heavy archers! Fill the skies! We await your orders! Cavalry! Cavalry! The enemy general Sip. Is dead! Helyes, helyes. Kerüljük meg őket. Ki hova a francba mentek már? Az íjászok állatok futnak arra. Néha beszagadt egy kicsit a játék, mi a fene. One of our units has used all its ammunition. Az egységeik, még hadvezér nélkül is egész kitartóan harcolnak. One of our units has used all its ammunition.
our units has used all its ammunition. Bevinni egy-két rohamot és vége akkor. The battle is turning in our favor. Ja. Ez így nagyjából ennyi volt. As you say, quickly now! Jónak jó volt. Jól harcoltak. Vagy 400-an túlélték. Annyira nem sok. Ebből az egységből, vagy seregből hiányzik egy csapat lovas. Sajnos. Csak 19 egység van. Mindegy. At your command. Annyira nem fontos. Ó, már jönnek. Van egy ötletem. Ready for orders. Kellene akkor foglalni Bagakumot. Kelta harcosai vannak. Ó, ez szinte csak kelta harcos. Ezzel vége. Csak ne szúrd el, kérlek. Oké? Okay. Ja. Ennyi. Az arverosoknak végük. Na úgy most más képet mutatott. Másfajta képet. Eddig egy olyan koponyát szokott mutatni. Vagy eddig olyat mutatott. Koponyát, de nem. Most izét. Ilyen, hogy elhurcolták őket. Fortune will favor us. Rabszolgának. Várjunk, nem legnagyobb adón vagyunk, de oké. Okay. Azt hittem nem legnagyobb adón vagyok, de mindegy. Annyira nem lényeg, mert a közrend amúgy is jó. Ready for greatness. You have your orders. Jó, kezdjük ezzel. És arra gondoltam, hogy ebben a körben csomó pénzt elköltünk ilyesmire. Ja, miért ne? Nem biztos, hogy megérte, de oké. Jó, mindegy. Lehet a következő körben el tudom foglalni Camulodont.
nem küldök több sereget, szóval az a két sereg az, az elég kell legyen. Szalaukidákkal mi a helyzet? Á, már csak izé. Már csak néhány területük van. Lol. Ja igen. Block that trade. Ready for all. You march. Your feet lead. You march again. On the move, my lord. Mindegy, legyen ott, hogy itt kempelünk. Lehet, hogy kitámadnak. It is an honor to serve. We need good, strong men. Britannia nem adózik, de most már igen. Ó. Oh. Jó, majd a következő körben. Építkezünk. Ah, vannak. Várjunk, ez az utolsó terület a Nörviájnak? Igen. Az jó. At your command. Próbáljunk egy rajtaütést. Ready for further orders. Thirsty for battle. Oké. Okay. Legyen egy körváltás, és akkor lehet, hogy el is tudnám foglalni Tulifurdomatán, bár lehet, hogy itt már kempel egy bói sereg. Bár ti majd oda, Uburzisból Tulifurdomhoz, Magakumból mind a két sereggel Flevum ellen. Az aténiakat nem intéztem el fenébe. There is a time when warriors but sheep. Támadta meg a várost. Hajra, bodyguard. Wow, ez nagyon jó. 300%-kal több wealth from Martimer Commerce. Az király. Az király. I love, none will escape. Laying siege to the settlement at your command. For more orders. Attack! Ready for battle. Remek. Azért a főváros az mégiscsak a főváros. We fight for you, my lord. Szerintem ezek itt leképeznek még néhány csapatot, és megtámadnak itt. És valójában nekem az nem gond, mert akkor legalább meg lesz a város.
lehet megtámad. Na jó, győzzük le ezeket a görögöket. Athén. Jól tudom, Athénnak mindössze csak sima pikásai vannak. De legalább, van egy pikás egységük. Szóval nem olyanok, mint például a spártaiak, Epirosz vagy Makedónia, ugyebár aminek több fajta pikás egysége van, nekik csak az egy. Csak sima pikás. Ami annyira nem is rossz, szóval valójában a sima pikások azok nagyon jók. Viszonylag olcsó fenntartáson vannak, és elég jó harcosok. Persze a harcot nem veszik fel egy izével, torax pikással vagy ilyesmi, de annak ellenére jók. One of our ships is being boarded. Jó, ez jó volt. Transport a flotta ellen. Ez itt lehet, hogy megtámadja a Szürakúzát. Ó. Oh. Várjunk akkor. Ezt itt most nem építjük meg. Ó, oh, még izében is kell építkezzek. Itt. Hát ott azért egy kicsit sokan vannak. Chosen Swordsman. Arik a Nervi Eye. Csak velem áll hadban. Ja, lehet, hogy megtámadják Iskát. Ám bár... annyira nem nagy probléma. We fight for you, my lord. Ready for all. My lord. Legjobb az egészben, hogy sikerült kiegyensúlyozni úgy a közrendet, mint a gazdaságot, és az ellenségeket is sikerült visszaszorítani. Az előző két rész az sokkal rosszabb volt. Területeimen ellenségek, közrend is rossz volt egy csomó helyen, nem volt egyáltalán jó a dolog. Wow. Elég vicces, mert... hát, azon gondolkodom ugyebár, hogy ez csak egy csomó Levi Freeman. Hát lehet, hogy le tudnánk győzni őket. Két csapat, elit harcos, mondjuk annyira nem lényeg. De lehet, hogy le lehetett volna nyomni őket. Mert hogyha csak szemtől szembe támadnak, akkor azok a Levi Freemanek ugyebár elég csúnyán alul maradnának. Oh, csak kifosztotta. Elég csúnyán alul maradnának a izé ellen. A Noble Swordsman és a Rackham Palace Guard ellen, szerintem. Az első Massagat egység. Oké. Okay. Az jó.
Ja, erre számítottam. Helyes, helyes. Ezzel meg lesz a város. És akkor legalább tudom azt, hogy nem még képeznek a izét, flottát. És akkor már csak a város marad nekik. Plusz ugyebár Eborának, a városának ugyebár sokkal kisebb a területe. Így állandóan itt leszek egy sereggel, aztán hogyha látom, hogy elkezdik képezni a csapatokat, akkor puff, egyből letámadom, az kész. Fuck. Enemy reinforcements approaching. Flottának nagyjából annyi. Ja. A flottának annyi. The enemy general is dead. General, a fejed az egy admirális volt. Itt a tábornok. Nő. Valójában tábornok nő. A félreállnál már? Battle is turning in our favor. Erről ennyit. Meglepő módon elég gyorsan elsüllyedtek a hajóik. Úgy a flottás hajók. A transport az normális, hogy hamar elsüllyed. Veszítettem, de nem gond. Az egy ilyen. Na, most már csak ez maradt nekik. Csak nem adóztatjuk. Hát Tullifurdumot elfoglalni úgy, hogy még a Nervia is ott van, nem igazán menne. Szerintem tudták, hogy nekik annyi.
azért álltak meg ott, és vettek föl erődöt, vagy építettek erődöt. Tudták, hogy nekik wrecked. Ja, tudok építeni akkor rekemet. Várjunk, mit ad még? Ad még egy Noble Swordsman-t és egy csapat Rekem Palace Guard-ot is. Az király. Ó, plusz felfedeztük a címrit. Remek. Egy újabb ellenség. Az nem árthat. Már semmi se árthat jóformán. Oké. We fight for you, my lord. Nem próbálom meg két sereggel. Ha ez a sereg is besegít majd a következő körben, akkor azt mondom, hogy győzhetünk Tuli Furdumnál. És akkor a Sequanoknak végük. Az meg jó lenne. That is impossible. Hát akkor legalább egy néppel kevesebb. Na jó. Lesz még egy körváltás, és akkor lassan zárom a videót. Jó, jól láttam, akkor a Nörvi az elment. Nörvi állj Tuli Furdumtól. Oh, hello. Lassan jó lenne Imperiumot lépni, hogy még több ügynököt tudjak képezni. Oh, az bebukta. Athén. Jó, a masszagátok visszamennek, helyes. Tílisz küld ellenem egy sereget. Jól látom, Tuli Furdumtól elvittek egy sereget? Az jó. Jó volt ez. Ja. Itt egy sereg. Majdnem. Meg lehet, hogy a flotta Eblonához tart amúgy. Van rá esély. Hány százalék? 84. Wow. Az jó. At your command. Set up the watch.
Ja igen, ez a sereg nem lenne jó, hogyha kikötne még véletlenül sem. Na jó, ám bár azt hiszem zárom a videót. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!